Az esküvő lényege, hogy a mennyasszony fiatal legyen, de a kocsi, ugye az lehet idős. Mit lehet tudni erről a csodáról? Ez a csoda Angliában készült, és egy autóritkaságnak számít, ugyanis 59 példány készült összesen a világon belőle. Nagyon híres tulajdonosai vannak, illetve voltak ennek a típusnak, többet között Kenny Rogers, Rock Hudson, Oliver Reed, Elton John, Saudi királynak van egy-két példánya belőle, és itt az esküvő kiállításon lehet látni belőle egy példányt. Amikor például ezt kibérlik, akkor kötelező mellé sofőrt bérelni, ugye aki megfelelő szakértelemmel vigye ez a kocsira, vagy esetleg a vőlegény is vezetheti, illetve akkor már újdonsült férj? A mi honlapjainkon található autók azok mind igazi, veterán, nagyértékű autók, tulajdonosaik nem adják ki a kezükből, tehát ezt igazából tényleg csak sofőrrel lehet igénybe venni. Az ülés ergonómiája vetekszik a mai kocsikéval. Üldem nemrég egy Maseratiban, sokkal keményebb, sokkal rigidebb az ülése. Ez pont körbeveszi a testet, és ott támaszt, ahol kell. Nagyon-nagyon kényelmes. Ez a kocsi azért annyira nem öreg, mint amennyire kinéz. Sokan emiatt lereplikázzák, de ez nem egy replika autó. Ez a 70-es években készült, és egy kis manufaktúra Angliában, tulajdonképp csak 12 évig létezett a gyár, ők készítették ezt az autót. Végül is a 70-es évekbeli technika van benne, és mivel ez egy kis cég volt, ők maguk motort, sebességváltót nem építettek, vagy a Fordtól, vagy a Jaguartól vették át az autóikba a technikát. Tehát így van benne automata váltó és Jaguar motor, egy 5300 köbcentis V12-es motor van benne, hogyha ez valakinek mond valamit. Szerintem sokaknak mond, de a többi megjelenésében, belső megjelenésében is egészen exkluzív, ugye vajpuha bőrülések, nemes fa az ajtón, egészen zseniális. Lehet télen és nyáron egyaránt bérelni, vagy a hótól meg a sártól azért féltik? Hát tulajdonképp ez az autó, ha ki tud jönni a garázsból, mert egy ilyen pincegarázsban van tárolva, akkor tulajdonképpen ment már hóban. Ment. Sajnos, hogy úgy mondjam, de igen, tehát ő télen-nyáron képes menni, nagyon jó a fűtése, tehát egy perc alatt meleg van benne, úgyhogy ez a 12 henger iszonyatos hőt termel tulajdonképpen. Ezt az autót 8 hónapon keresztül újítottuk fel, itt látható, hogy rozsdás volt jó néhány része, cserélni kellett rajta különböző dolgokat, tulajdonképpen nem működtek rajta ezek a belső funkciók, hogy ablaktörlő, ablakmosó, ventilátor, fűtés, és kárpitoshoz kellett vinni az autót. Meglátszottak a tetején, ami most ugye szépen bőrözve van, hogy az autó 2006-ban az előző tulajánál egy olyan tűzvészt élt át, ahol 50 oldtimer pusztult, tehát porig égett. Az újságcikk szerint 3,5 millió euró kár keletkezett akkor az üzletben. Mindez egy tulajnál volt? Tehát az előző tulaj egy ekkora volumenű gyűjtő volt? Ő egy veterán autó kereskedő, és a mai napig számtalan oldtimerre van. Annyit lehet, szintén volt egy újságcikk akkor kitéve a falára, ami azt mutatta sajnos, nekem a szívem elszorult, hogy 86 darab oldtimer autó van a kertjében a szabad ég alatt, és ott pusztul. Volt neki megfelelő helyisége, csak azok az autókat, valaki kerti törpéket tesz ki a kertjébe, ő oldtimereket rakott a kertjébe. Ahonnan igazán népszerű lett ez a típus, hogy aki látta a 101, illetve a 102 kiskutyát filmen, a Glenn Close-nak, a Szörnyella de Frász-nak ez a típusú autója volt. Reméljük, hogy ennél szebb célokat is fog szolgálni az esküvőkön. Hát igen, sokan asszociálnak rá, hogy a mennyasszony az azért ne legyen egy Szörnyella típusú, elég, ha az autó az.